a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Gárhidi György labdarúgó edző, az MB3-as Kazincbarcika labdarúgó csapatának vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot! Na, szervusz, hát ugye hát az MB3-ban is ugye zajlanak a mérkőzések, és most legutóbb ugye hétvégén, azaz szombaton nyertetek Felső Tárkány ellen 4-0-ra. Egyesek szerint, mint egy falat kenyér, úgy kellett ez a győzelem. Mit szólsz ez a megállapításhoz? Teljesen egyetértek ezek közül, az egyesek közé tartozom én is. Valóban nem úgy indult ez a tavaszi rajta, hogy szerettük volna, ahogy elterveztük, két döntetlen, mind a kettő nyerhető mérkőzés volt. Valamit elszúrtam, vagy elszúrtunk, lényegében a megfogalmazás és a ragzás mindegy, nem jól sikerült a rajt. Érdekes. Csak hogy mindenki tisztában, hogy tavasszal még hol játszottatok? Mi volt az eredmény? Tehát Felső Tárkány előtt akkor még hol volt ez a két döntetlen? Ki most ellen? Tavasszal? Igen, a Cigánddal otthon egy-egyet játszottunk, és ugyanígy egy-egyet játszottunk Gyöngyös ellen idegenben. Hirtelen az őszre. Nem. Ott mi volt, hogy az első hét mérkőzésen én nem voltam a csapat mellett, tehát a Felső Tárkány ellen igazából azt hiszem nyert 2-1-re. Mert ugye Barcika. Hát bizakodva tekintettél a tavasz elé, és akkor erre jött két döntetlen akkor. Igen, hát sajnos időnként jár így az ember, hogy a felkészülés, valószínűleg a játékosaimnál is ez egy volt egyik probléma, meg talán nálam is, hogy a felkészülés nagyon jól sikerült. De Műfűvön dolgoztunk, Műfűvön játszottuk az edzőmérkőzéseket, megvertük a Mezőkövestet, a Balmazújvárossal x-eltünk, tehát a felkészülési mérkőzések és a mutatott játék elsősorban alapján azt hittük, hogy remek rajtot tudunk venni, és ott leszünk a két élcsapatnak a nyomában, szorosan, vagy hát nem is olyan nagyon szorosan, de stresszeljük őket hátulról, sajnos ez nem sikerült. Ki áll most az élen az MB3-ban, a keleti csoportban? 9-10 pontra elmentünk a Kisvárda és a Putnok. Korábban a Putnok vezetett fél időben, most a Várda átvette a vezetést, de nagyon nagy a távolság már, úgyhogy az a realitása nincsen, bár a futballban is történhetnek csodák, tehát azért csináljuk a dolgunkat továbbra is. De csak az elsőt amúgy is fel. Így van, csak az első csapat. Tehát Putnokot hiába is használtok be. Igen. A Várda nagyon erős, tehát ott a háttér, stadion rekonstrukció. Tehát oda állt mindenki annak Kisvárda mögé. Első osztály játékosokat igazoltak. Erősek. De ennek ellenére sikerül azért tűzbe tartani a fiúkat? Tehát el lehet velük fogadtatni azt, hogy igenis a harmadik helyért is kell és lehet is küzdeni? Mert itt a mostani mérkőzéssel kapcsán azt jegyezték meg sokan, hogy azt tetszett még a csapatban, hogy két döntetlen után nem ült le a csapat. Volt tartása. Igen. Hát, ahogy mondtam, az a ritmus, az a játék, az a mentális erő, minden, ami a felkészülésre jellemző, meg azt kell, hogy mondjam, hogy ősszel is, mert azért ősszel a hetedik helyről kapaszkodtunk fel a harmadikra, és akkor megvertük a Putnokot, megvertük a Kisvárdát. Tehát ez megint látszódott. Az okok, hogy ez mi, eddig az első mérkőzésen miért nem, azok, ahogy mondom, összetettek. Talán a felkészülés alapján azt hittük, de a legnagyobb igazság az, hogy a Műfőről rámentünk a valódi főre, és elsüllyedtünk. Tehát a Cigánd ellen nagyon mély pályán játszottunk, nem lehetett nagyon futballozni, ívelgetni kellett, vagy kellett volna többet. Lelassult a játékunk, lelassultak a játékosok, elfáradták, talán túl erős volt ez az én saram, talán, hogy túl erős volt a felkészülés, és kellett egy-két hét, amíg úgy kipihenték és kifrissültek. Akkor rosszul időzítettem, akkor sajnos ez az én saram. De most tényleg öröm volt nézni a csapatot, és aki látta, az mindenki elégedett volt, és nagyon nagy szívvel. A négy rúgott gólon kívül is 4-5 olyan helyzet, hogy kapussal szemben, 2-3-szor 6 méteres fejes kapus lábát eltaláltuk. Tehát nagyon, legalább ennyi nagy helyzetünk volt, még rúghattunk volna sokkal több gólt is. De még a kérdésedre visszautalva, hogy hát sportolok, a játékosaim sportolók vagyunk, vagy a labdarúgó csapat, nekünk minden edzésen én azt tanítom nekik, hogy a maximumot kell nyújtani, és hogy minden mérkőzést meg akarunk nyerni, így is indultunk neki, sajnos nem sikerült. De ígérem, hogy ezután is ez lesz, hogy csak aki 90 percen keresztül küzd, hajt, lót fut, és jó futballozik, az fog játszani a csapatba, tehát
Van olyan játékosod, akire érdemes lenne egy-két évvonalbeli csapatnak is felfigyelnie? Vagy az NBA 3-ban nem játszanak ilyen szintű képességű játékosok? Például a Komlósi Ádámra felhívnám a figyelmet. Nagyon jó kvalitású, még mindig 37 évesen. De valószínűleg az NBA-ben már nem ő érte kapkodnának. Fiatalabbról, hát van egy-két fiatal nálad, tudom, aki... Tudom, kicsit poénkodunk. Most ezen a mérkőzésen is 21 év alatti játszott. Tudod, nálam kettőnek kell játszani NBA 3-ba. Az Illés Gabi bal hátvédben, ő a Puskás Akadémián nevelkedett, valami hiányzott belőle, és egy kicsit úgy elengedték, félretették. Ő volt a bal hátvéd, de ő baloldali középpályásként is remek. Ő rúgta az első gólunkat, tehetséges játékos. Csak egy kicsit feeling, az nincs, a tűz még nincs benne. Próbálom beleplántálni ezt. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű, mert ez genetikusan meghatározott. Így van, nincs benne, az nagyon nehéz. Az nehéz lesz. Van egy jó hátvédünk. Bocs, tudom, ismertem egy játékos, aki nagyon jók voltak, pengék voltak, bármit meccsenáltak a labdával, azt mondták, hogy mint a Pelé. Meccsen pont emiatt nem. És akkor próbálták alkohollal is, hogy akkor így jön előtte, hogy tehát ezek sem használtak. Nem használt az alkohol sem? Nem. Ilyen. Tehát valóban, hogy az emberben nincs benne az a tűz, tud genetikailag, akkor nagyon nehéz. Tehát így külsőleg beletenni, akár edzői szóval, akár olyan prémiummal, vagy bármi, nem lehet. Nem az Ádám például ilyen, akkor most Ádám, ilyen értelemben is nagyon jó vezér, tehát egy igazi vezér a csapatnak, mert ő aztán végigbeszélő a mérkőzést, és ő 1000 hőfokon ég. Én is ilyennek tartottam, vagy ilyen voltam én is, meg ilyennek tartom most is magamat, úgyhogy próbálok azért segíteni, majd kiderül, hogy van egy jobb hátvédünk, a Cető Márkő is, Diós Dőnevelés, de nagyon tehetséges, olyan gyors, hogy fantasztikus. Még neki is egy kicsit csiszolódnia kell, de nagyon jó úton halad mind a két gyerek. Most igazoltuk a Kassa Dánielt Felsőtárkányból. Ő is 20 éves, meg 95-ös, nagyon nagy tehetséges, kis súly problémái vannak, ő neki még ezt a ritmust, ezt a munkát meg kell szokni, amit mi csinálunk. És a nehéz Márk most nem volt kezdő igaz, de ő a negyedik fiatalunk, mind a négyen volt a mérkőzés vége felé pályán voltak. Gyöngyösben pedig mind a négyen kezdők is voltak. Tehát van jövőkép, és vannak tehetségünk továbbra is, mint ahogy ezt tudtuk meg korábban is rengeteg tehetségünk, most talán most kevesebb van, de ő belőlük akár magasabb szinten is egy vagy kettő oda kerülhet, és megállhatja a helyét. Ugye annó a Fradi vitte el a Barcikára a Lipcseit, a Deszatnikot, tehát... Komlósi Ádámot, a BVSC először, aztán az MTK-t. Úgyhogy... Így van. Mindig híres volt Barcika a tehetségekről. És ezért voltam kíváncsi, hogy most van-e olyan... Egyes hírek szerint a kapusokkal nagyon jól állsz. Mindegy, hogy kivéd, mind a kettő állítólag magasabb osztályba való lenne képességi alapján. Igaz ez? Igen, és nagyon komoly problémát okozott nekem, hogy melyiket védessem. Amikor oda kerültem Barcikára, akkor a korábbi eredmények alapján a Miski Zolinak szavaztam bizalmat, és egy mérkőzést kapott a Szabó Ádám, és a Miski nagyon jó védett. Most a felkészülésnél valami úgy egy kicsit, nem is tudom, volt bennem egy olyan, hogy mégis egy kis versenyhelyzetet teremteni, mert egy kicsit meggyőzőbb volt nekem a Szabó Ádám. Az első mérkőzésen a Miski Zoli védett. A kapott gól nem volt egyértelműen az ő hibája, nagyon komoly védelmi helyezkedés hiba is volt, és probléma, de ennek ellenére a második mérkőzésen Gyöngyösen a Szabó Ádámnak szavaztam bizalmat. Szegény, egyetlen egy fejese volt a Gyöngyösnek, vagy talán egyetlen kapura tartó fejese, illetve lövése sem, és abból gól született, és egy-egy lett, és szerencsétlen nem tudott aludni, annyira megviselte őt ez a mérkőzés, mert ősszel ugyanígy egy-nőre elveszett mérkőzésen védett ő én nálam a 7 mérkőzésből. Abszolút tehetetlen volt, és ennek ellenére, hogy végül is bal szerencsés vagy nem jött az eredmény, ő neki szavaztam most is bizalmat, és most nagyon jól védett, és nulla kapott gólra lehoztuk a mérkőzést, és hátul is stabilak voltunk. Tehát, de ugyanúgy a Miski Zoli is bármikor bevethető. Most pont beteg lett, tehát egyébként is sem tudott volna védeni. Hőemelkedéssel ült a kispadon. A mérkőzés előtt tudtam meg, nem is volt lehetőségem se, hogy ifiből vagy valaki mást odaültessek. De mondom, igazad van, két remek kapason van, akik a másodosztályban mindenféleképpen, de akár első osztályban is megállnák a helyüket.
Mi az elvárás most veled szemben? Mert ha jól emlékszem, annó volt egy olyan kimondott, vagy ki nem mondott, hogy jó lenne az NB2-be feljutni, mert Kazincz Barcika Mácska múltja miatt is egy NB2-es csapat. Ott lenne a helye, tehát oda való. A gazdasági háttér és az infrastruktúra is ezt mondatja. Ráadásul most még elindították már a felső pályának, mi az alsó pályán játszunk az a center pálya, de ahol korábban a Barcika játszott fönt, az is egy környezet, tehát a domboldal van körbe, igen, a lelátók igen. A domboldalon, van ott egy kis fedett lelátó is. Igen. Na most ezt a pályát fogják felújítani a klub. Már elindult a tervezés, megvan a tervezőkvenek, már a tárgyalások a kivitelezővel, és úgy tudom, hogy rendben vannak. Tehát hamarosan egy-két héten belül elkezdődik a munka, és a május közepe végére talán már játszani is lehet majd azon a pályán. Úgyhogy a háttér az adott, stabil. Oda kerül fel vissza a nagy csapat, ott igen, fog játszani? Igen, ott fogunk játszani. 70-es most években edzünk. Játszottak ott. Nagy meccseket. Én még játszottam ott, és talán pont egy aranycsapat elleni, vagy egy honvéd elleni, de az az időszak, igen. Tehát akkor 10-20 ezer néző igen. Előtt volt egy a pálya avató mérkőzés, máig is nagyszerű élménye ott a város lakóinak. Most csak a visszakanyar, ugye azért tette fel a kérdés, hogy akkor most mi az elvárás? Mit szólnak hozzá, hogy marad jövőre is NB3-ba a Kazincz Barcika. Nézzem, amikor átvettem a csapat, akkor is már egy kicsit irreális volt ez a célkitűzés, de úgy mentünk neki, hogy megpróbálunk mindent. Most is úgy mentünk neki, hogy minden mérkőzést lehetőleg megnyerünk, sajnos nem sikerült, és továbbra is nagy a távolság. Mi a maximumot, én legalábbis a maximumot igyekszem mindig kihozni a játékosaimból, talán ez is az erényem, hogy ez sokszor sikerült is. Ilyen közönség szórakoztató mérkőzéseket és győzelmeket szeretnénk továbbra is produkálni, és akkor azért úgy gondolom, hogy a vezetőség is elfogadja ezt meg a nézőink elsősorban. És egész növekszik folyamatosan a nézőszám, annak ellenére, hogy a két döntetlen volt, és ismét elégedetten mentek haza a szurkolóink. Na, az jó. Igen, ez nagyon jó. Mennyire figyelitek? Mert régen nagyon figyelték a szomszédvárban történő dolgokat, és most itt a Diósgyőrre gondolok. Másik azért is, mert a Diósgyőrnél nagyon furcsa dolgok történnek. Ugyanis hát ugye jól indult neki az ősz, igen. Akkor a téli alapozás után ugye azt nyilatkozták, hogy minden frankó, minden jó, minden szuper. Így mindenki arra számított, hogy a Diósgyőr is a dobogós helyért fog küzdeni, most ehelyett betlizik. Mi történik? Mi van Diósgyőrben? Most jelen pillanatban már a 6. helyen áll a táblázaton. Most mondjam azt, hogy de akár NB1-ben, akár külföldön is mondhatnám, hogy egy teljesen ideális felkészülés után más csapatosok is rosszul rajtolnak. Tehát én úgy gondolom, hogy a Diósgyőr is össze fog állni, és előbb-utóbb fogja produkálni az őszi formáját. A Pécs mérkőzést... Csak már késő lesz. Hát mert már nincs olyan sok forduló hátra. Már a Paks is megelőzte őket. Sajnos így nekünk is, meg ő nekik is ez az igazsága. Szomorú igazság, hogy ez a szemük 3 mérkőzést rontottak el, olyan hátrányba kerültek, hogy nagyon nehéz lesz visszakapaszkodni a dobogóra. Ez volt a tervük, ez volt a Tominak is, a Tomislav Szivicsnek is a terve, hogy amit a Diósgyőri aranycsapata szántó kutasi Verép Gyurival fémjelezte, 80-as évek csapata, 70-es évek vége, 80-as évek csapata produkált, hogy azt megismételni, vagy talán még jobb eredményt elérni. Nem is tudom, hogy ők voltak talán bronzérmesek, nem, MK kupagyőztesek voltak, vagy kupadöntősek, az a 4. volt a legjobb hely. Na mindegy, a 3. hely lenne, az nagy bravúr lenne. Eltávolodtak. Ugye hát két meghatározó játékost eladtak, ezt azért nem lehet kiadni a számításból, vagy az elemzésből. Valószínűleg nem sikerült, illetve hát a látottak alapján egyértelmű, hogy nem sikerült pótolni őket. Főleg a Kádár hiánya a belső poszton, hiszen látjuk most már másodszor, más poszton játszó játékos játszott belső védőt, úgyhogy ott vannak a legnagyobb problémák, és a kapott gólok is ezt és a szurkolók ezt hogy nyelik le? Mert a Diósgyőri szurkolók azért vérmesek is tudnak lenni. Vérmesek, igényesek, ez igaz. De mindenhol én azt hiszem, hogy áhítozzák a minél jobb sikert. Tehát Debrecenben is egy-két bajnoki cím után már nem voltak annyira felajzottak egy hazai mérkőzésen.
Nehezen fogadják el mindent hallani, nem akarom ezeket úgy, uh-huh. úgy nagyon. Neveket mondanak már, hogy váltás lesz, hogy megerősítés. Én úgy gondolom, hogy a Šivić érte ezt az eredményt, biztos, hogy helyre is tudja hozni. Igen. Én úgy gondolom, hogy a mi kezünkben nagyon sok van az edzők kezébe. Tehát egyrészt a jellemünket, a karakterünket magánviseli a csapat, másrészt az elvégzett munka az mindig azért előbb-utóbb azért visszaköszönés az jelentkezik. Valószínű, hogy Diós Győrbe is előbb-utóbb kiegyenesednek, és hát a dobogó az nekik is egy kicsit rátámadott. Egyes hírek szerint a szombat lehet, hogy sokba kerülhet Tomis Šivićnek, mert ugye Dunaújvárosba mennek, az utolsó helyen álló csapathoz mennek, és ha ott nem nyernek, akkor azt már nagyon nehéz lesz megmagyarázni. Nézd a vezetőség. Viszont azért, mint tudjuk, azért a Dunaújváros nem egy könnyű ellenfél. Ugye a Fradinak sem volt könnyű ellenfél. Csak most már olyan helyzetbe került, ugye a Diós Győr, hogy ezt most már nem tudják elfogadni. Jaj, hát a Fradi is megizzadott. Tehát úgy gondolom, hogy Diós Győrnek is mindenféleképpen nyernie kell a hétvégi mérkőzésen. De hát azért vészarangokat még nem kellene kongatni, mert a sportban ez is az is van, benne van, úgyhogy... De milyen érdekes, ugye mind a két csapat házadájára azt lehetett hallani tényleg, hogy milyen jól kezdődtek, milyen jó felkészülés, minden rendben van. Dunaújváros és? Nem, a Győr, akkor ugye Diós Győr. És semmi nem jön külföldi ebből túra, vissza. Törökország, jó éghajlatban, jó pályákon, edzőmérkőzések. Feltételek biztosítva voltak, igen. A legtöbb magyar klubnál talán 3-4 klub volt, aki itthon maradt, úgy tudom. Tehát erre annyira nem lehet, mert mi csak Püffőn például edzettünk, és azért mi belebuktunk abba, hogy rámentünk a Fűre. A legtöbb első osztályú csapat azért jó körülmények között, jó időjárásban és jó ellenfélek. Akkor el lehet fogadni, hogy a Fradi döntetlen nyitnél egy házán, hogy a talaj? El lehet fogadni a Manchesternek, a Manchester Unitednek a veszőfutását, vagy hogy a Manchester City most a Szava Burnley-től kapott ki, most tudom, kitől kapott ki, teljesen váratlanul. Hát a futballban ez a csodálatos, az egyik csoda, hogy teljesen kiszámíthatatlan, és hát az esélytelenebb csapatok azok is ott vannak a pályán. Igen, és... Jó, csak én is akkor azt, hogy a tulajdonosok hogy dolgozzák fel ezeket a dolgot. Pont ez a szépsége a futballnak. Kénytelenek előbb-utóbb ezt tudomásul venni és megszokni, hogy és az izgul 90 percen keresztül minden tulajdonos is, mert azért nem előre lefutott meg, nem a papírforma alapján dőlnek a mérkőzések, hanem azóta napon, a 90 perc alatt, aki a jobb teljesítmény nyújt, és aki szerencsével, vagy nem szerencsével, de a 90 perc végén a jobb eredményt tudja produkálni. Uh-huh. Ezért csodálatos. Hát nem lehet minden mérkőzést megnyerni. Még a sokkal jobb csapatnak is vannak rossz napjai, vannak aktuális rossz forma, vagy egy balszerencsés momentum, egy rossz döntés. Rengeteg apró momentuma van egy csapatnak, és egy sikernek is rengeteg összetevője van. Sokszor még a jó szakmai munka is kevés ahhoz, hogy egy csapat igazán sikeres legyen. De hát sikert várnak a tulajdonosok a csapattól, az edzőtől. Ez így van. És magyarázkodás nem érdekli őket. Ez a jó, aki nem akar mindig nyerni, az ne is vállalja be ezt a szerepet, sem az edzői, sem a játékost. Itt ezt, hogy nyomás alatt játszani, ezt én igazából nem is értem, mert én úgy gondolom, hogy amikor igazán egy nagy csapat, vagy egy válogatott játékos ellen játszhat valaki, és ott meg tudja mutatni a képességét, az, ami doppingolja, és az, ami motiválja, és az, amitől ezt úgy érdemes csinálni. Videótól megnyerte akkor a bajnokságot, ugye? Én azt hiszem, hogy kijelenthetjük bátran. És meg is érdemli, mert hosszan kiegyensúlyozott jó teljesítmény. Ilyenkor az edző szemszögéből nézve milyen motiválja a játékosokat? Hát az nehéz? Előbb mondtam, hogy azért igyekszik az ember. Van prémium, van önérzet, jó, csak, önbecsülés. Csak nehéz egy ilyen helyzetben, hogy elkényelmesedjenek? Mert tudod, elég, ha egy vagy két játékos elkényelmesedik, az már akár sokba kerülhet. Tehát. De azt akkor meg kell köszönni, le kell ültetni a kispadra, vagy a 18-ban nem betenni, és akkor a többi is észreveszi, hogy hoppá, uh-huh. azért nincs meg még a bajnokságnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem nehéz feladat. Nem nehéz feladat. Az a nehéz feladat, hogy 20-valány forduló után ott állni és így állni, hogy ilyen nagy az előny. Ez parádés, és ez nagyon szép. Hát igen. Az NB2-ben van jó pár élcsapat, most 4 is 1 pontra vannak egymástól. Az egy jó kis stresszes helyzet lehet, ott lehegnek egymás nyakán. Igen.
Igen. Én is így látom. Én nem emlékszem, hogy ilyen lett volna, hogy 4-5, most már talán csak 4, de azért a Szolnok is ott van azért szorosan. De hát a kiesés, és ugye ekkora harcod a Kaposvár, most már utolsó előtti helyen áll, ha jól tudom. Úgyhogy a Balmaz bevásárolt 4-5 ukrán szerb játékossal, a felkészülésnél azt hiszem 4-et rúgtak Kisvárdán például egy feljutásra esélyes csapatnak. Komoly eredményeket értek. Talán ők is ugyanúgy jártak, mint mi, hogy a Fűvön viszont azért lassabb a futball, másabb, egészen más mérkőzéseket játszanak. A Mezőkövesdellel láttam őket, jó fél időt produkáltak, de a Mezőkövesd megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. De hát több csapat, Ajka, Cegléd, ott még komoly arcol a kieséssel is, hát a feljutásé meg érdekes, mert voltam ebben a szituációban, én már nagyon sokszor végül is, mert azért hála Istennek a legtöbb csapatommal bajnoki címért játszottunk, és azért az elmúlt 10-11 évben sikerült különböző országokban és bajnokságokban 5 bajnoki címet szerezni. Az egyik nagyon fontos, hogy veszed le a játékosodról a terhet. Mert azért, tehát tény, azért most mondtam, hogy lett nyomás alatt, de azért van valami, tehát mindenféleképpen, hogyha bajnoki címet játszik, és így hosszan, és ennyire szoros, akkor azért van nyomás mindegyik csapaton. És annak, amikor a Ferencváros előtt a Nyíregyházával, én úgy érzem, hogy avval nyertünk bajnokságot, hogy sikerült az én játékosaimról levenni a terhet, és felszabadultabban tudtak játszani, mint a Ferencváros játékosai. Tehát ez nagyon fontos pszichológiai felkészítést igényel az edzők részéről. Ilyen értelemben egy kicsit persze hazabeszélek, én azt gondolom, hogy a rutinos edző, aki már ezt átélte, itt gondolok elsősorban a Sisa Tiborra, hogy ő ilyen értelemben előnyben van. Viszont a Vasasnál is fiatal edző van, a Mezőkövesdnél is fiatal edző van. Igaz, hogy a Békés Abán azt pisják már a Debrecennél sok bajnoki címet, de nem vezetőedzőként, azért az is más, meg hát a képességbeli különbségek is, ahogy én láttam, a Békés Abán és korábban a Debrecen között nagyok. Úgyhogy nem egyszerű dolog, és nagyon jó és izgalmas bajnokságot játszik a másodosztály is. Öröm, szerintem érdemes kivenni. Nehéz megjósolni, ugye? Igen. Én mondom egy kicsit az én aspektusomból ezt, gondolom, hogy a Tibor az ott lesz a feljutó között a Gyirmottal, és a másik feljutó kiléte lehet esetleg a kérdéses. Vasas kérdéses? De talán a Vasas nem. Nagyon erős a játékos anyag. És a Karcsi is azért edzőként még nem él, dolgozott ilyen feladatot nem csinált, és ilyen csapatnál még nem dolgozott itthon, tudomásom szerint, de játékosként átélte azért már ilyen hát igen, csak stresszes mérkőzéseket lejár, és bajnokságot. Végére hagytam neked a Honvédot. Jaj. Kiesik? Jelen pillanatban ugye 15. a Honvéd, 14 ponttal. Azt, hogy azt egy edző nem mondhatja talán, de a Honvéd is az egyik szívem csücske. Van egy pár, ahol Diós Győr nyíregyháza, ahol dolgoztam, és sajnos pont voltak ellentétek is, és ebből nekem is hátrányom, hogy a Nyíregyháza után Diós Győrre kerültem másodszor, és akkor úgy azért, hogy a nézők úgy meg a szurkolók egy kicsit. Honvéd, hát kétszer dolgoztam, és persze ilyenkor dukkol az ember, meg ahogy mondtam, szívem csücske. De amik ott most az utóbbi években történtek, azok azért nem annyira. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt az akadémiának már karakteresebb játékosokat kellett volna kibocsátania. Ott a barát, ott van Nagy Gergő, sok játékos, aki az akadémiájából jött ki, de még nem meghatározó emberek, pedig már 3-4 éve ott vannak az első csapatnál esetleg, vagy 2-3 éve, de már meghatározóbbnak kellene lenni a hangjuknak is, meg a teljesítményüknek is. Erről ők tehetnek, vagy az edzőik tehetnek? Hát valószínűleg ez a káosz, ami ott ez a jövő és menés, hogy rájuk számolnak utána. Mindig azt hallom, hogy az akadémiára épül a Honvéd, de egyre kevesebb játékos játszik, vagy aztán amikor egy külföldi edző odajött, akkor kikerültek, elletek hanyagolva, az öltözőben kevesen vannak, nincs hangjuk, nem lehet hangjuk, mert elnyomták őket. Így nehéz. Külföldi edzők és lám-lám nem tudnak olyan eredményt produkálni, hogy igazán sem a játékuk nem olyan, ami ennek. Én úgy gondolom, hogy egy Honvédnak a neve az akadémia. Az akadémián jó eredmények születnek. Igen. Tehát akkor kellene jönnék a játékosoknak, megállnak a fejlődésben, és nem tudnak meghatározó játékosai lenni az első csapatnak. Miért? Vajon miért? Miért nem? Egy utolsó megjegyzés, utolsó mondat. Azt szokták mondani, hogy néha kell egy nagy pofon, hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Ugye Honvédnak jót tenne, aki esne? Akkor végre akkor helyére kerülnének a dolgok? Nem tudom. Azt tudom, hogy
amikor utoljára a másodosztályban volt, akkor én voltam az edző, és akkor olyan 3-4-5 ezer nézőt játszottunk, és elindult egy olyan folyamat, ami utána az első osztályban is folytatódott. Nem tudom határozottan ezt kimondani. Lásd, a Ferencváros is kiesett, és ugye három, erről beszéltünk az műsor előtt, hogy 3 évig másodosztályban volt, és utána most meg ott van ismét, hála Istennek, a dobogon és a csúcs közelben. A gazdasági háttér mindenféleképpen nagyon fontos. A szakmai munka legalább olyan fontos. De valami kell lenne, hogy magukhoz térjenek. Tehát zárásként lehet, hogy jót tenne nekik egy MB2. Lehet, de nem kívánom neki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Szép napot. További sportosat.